adó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Kovács Sándor, egykori sokszoros champion zsoké, 2014 champion trénere idomárja. Gratulálok, 2014-ben is te lettél. Zsinórban már harmadszor te vagy itt a legjobb idomár, a legjobb tréner itt a Kincsen Parkban. Nehéz volt? Hát talán azt mondanám, hogy a szezon háromnegyedénél volt az, hogy talán a Rozivál, a József Rozivál úgy megerősödött, és jó, hát közel került hozzánk, de aztán ugye az év utolsó felébe megint elhúztunk, úgyhogy szerintem azért könnyű volt, több mint 10 millióval lettünk championok, úgyhogy én azt gondolom, hogy a championság nem forgott annyira veszélyben. Ez az ötödik champion tréneri címed, ugye? Igen, az ötödik. Melyikbe kerested a legtöbbet? Hú, hát ezt most így nehezen tudnám megmondani. Azt tudom, hogy 65 milliót kerestünk most ebben az évben a hazai versenyekben. Külföldön nyertünk két nagy versenyt. Nem ez volt a legerősebb, ennél volt erősebb évem, de pontosan most azt nem tudnám megmondani. Uh-huh. Ebben az évben hol, melyik versenyen vagy versenynapon billent végleg a mérleg a javatokra? Végig vezettünk, tehát végig elől volt az istáló. Évelején erősebben, aztán ugye év közepétől úgy támadott a Rozivál. Több lovat és hozott? Akkor, nem több lovat, jó lovai voltak, jó mentek tényleg a lovai, jó szerepeltek. Uh-huh. Három évesei is, az idősebb lovai is, főleg a Pakonyi istáló, és nagyon-nagyon eredményesek voltak itthon is, külföldön is, és akkor az év második felétől kezdtek úgy közelebb kerülni hozzánk, de aztán mondom, mert ahogy említettem is, az év utolsó felében azért elhúztunk ismét, úgyhogy nagy veszély nem fenyegetett. Hány ló, hány istáló tartozott hozzád 2014-ben? 72 lóval dolgoztunk durván. Hát ugye azért mindig vannak laborálósok, vannak olyanok, amik még nem érettek a versenybe, vagy nincsenek olyan formában, úgyhogy egy átlagot lehet számolni, egy olyan átlag 50 lóval tudtunk versenyezni. Jó mentek a lovaink, úgyhogy... Ez a szám nagyjából maradt 2015-re is? Vagy csökken, vagy nő? Most 72 lóval dolgozunk, lesz még egy pár, ami érkezik az istálóhoz, fiatalabb telivérek, amikkel majd most kezdjük el a felkészülést, ugye a belovaglást, a felkészülést, és körülbelül én úgy satszolom, hogy olyan 75 ló lesz a szezon kezdése. Akkor közel, mint a idei 2014. Így van, közel tudjuk tartani ezt a lólétszámot is. És akkor 2015-ben is ti nyeritek? Én bízom benne, hogy ismét egy jó szezont fogunk zárni, és ez a championsághoz is hozzá fog segíteni. Jók a lovaink, tehát eddig ugye még rövid idő ment el a télből, de jó kondícióban vannak, úgyhogy mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ugye eredményesek is, hogy championok. Ez mit jelent egyáltalán valóságban, a gyakorlatban az, hogy champion tréner, vagy mit tudsz ebből profitálni? Mert jól hangzik, de valójában ez... Hát alapjában véve ugye már, hogy mi nyerjük a legtöbb versenyt, ezáltal ugye általában a legtöbb pénzt is mi nyerjük. Ugye ebből, ami jár nekünk, ugye a százalék az ugye mindenképpen pozitív irányba dönti a mérleget. És ugye hát az új tulajdonosok is, akik látják, hogy eredményes az istáló, és ugye mindig ott vagyunk tehát a statisztika elején, tehát az is azért számít sokat, mert ugye hozzák a lovakat, jobb lovakat hozzák az istálóhoz,
és ugye így ez, ebből profitálunk. Ha például jön egy új istálló, és megkeres téged, rögtön rábólintasz, vagy előbb megnézed a lovakat? Mi alapján döntesz például? Hát általában azért a hazai istállókat, hazai futtatókat ismerjük. De hogyha jön egy új? Egy új, mert ugye új most jön. Az lenne a cél, ugye nem titok, hogy minél több új... Így van, friss futtatókkal, új futtatókkal, akár külföldről, akár belföldről. Igen. Hát igen, megnézzük először, leszoktam kérni a származásokat, ha esetleg ha futottak már valamelyik országban, vagy akár nálunk, azért az eredményeiket szoktuk nézni. Uh-huh. Ugye a tulajdonost azért egy kicsit próbálunk utána érdeklődni, hogy mégis milyen... Ki ő, mi ő. Ugye milyen hátterekkel rendelkezik, anyagi háttér, vagy annyira nem szoktunk azért belemenni, de azért jó, ha tudjuk, hogy ugye fizetőképes legyen, mert azért ez fontos dolog, és ez alapján egyezünk meg. És mi van akkor, ha azt mondja, hogy jó, idehozom, de elvárom, hogy ennyit nyerjem? Van ilyen? Hát az... Mert ugye mindenki ugye tulajdonos is úgy van vele, hogyha megvette a lovát, akkor ugye szeret rajta keresni, azaz elvárja a trénertől, hogy olyan... Igen, ez elég nehéz kérdés. Tehát ilyen kérés, meg elvárások azért elég... Tehát sűrűn vannak ilyenek? Nem olyan reálisak, mert hát akadnak ilyen tulajdonosok, hál' Istennek nálunk azért nem jellemző, de persze minden tulajdonos azt szeretné, hogy a lova sokat nyerjen, és eredményes legyen, ezt mi is ezt szeretnénk, tehát én minden tulajdonosnak elmondom, hogyha a lovába van képesség, és egészségesen tudja végrehajtani a munkákat és a versenyzéseket, akkor biztos, hogy eredményes lesz. Hogyha nincs benne képesség, és egészségi állapota nem olyan, akkor nyilván nem tudjuk azt az eredményt elérni vele, nem tudjuk azt a pénzt keresni vele. Rajtunk nem múlik. Tehát mi a munkánkkal, meg a menedzseléssel oda tesszük magunkat, és ezáltal, ha egy lóba van akkor, képesség, azt mondod, hogy jó ez a ló, jó képességű, de versenyen nem hoz pénzt. Sajnos előfordul olyan is, hogy egy ló munkában tényleg fantasztikusan dolgozik, és azt gondoljuk róla, ezt a teljesítményt versenybe adja, akkor eredményesnek, sőt jó lónak kell legyen. Vannak ilyen csalódások, ez minden tréner kollégánál fennáll, meg mindenki találkozott már ilyennel, én úgy gondolom, és próbáljuk, ugye vannak lehetőségek a munkában, esetleg szemellenzőt feltenni a lóra, akkor elvinni, ugratni egy kicsit, vagy kevesebb munkával készíteni, vagy több munkával, több padigba, karámba többet ki. Tehát vannak variációk, amit lehet alkalmazni, és akkor így próbáljuk. Igen, akkor nehéz a tulajdonossal. Igen, nehéz a tulajdonossal, aki vele, főleg, aki annyira azért nincs benne a sportban, nem látja, vagy kicsit kettnőri. Azokkal azért egy kicsit úgy nehezebb megértetni velük, de azért úgy azért reálisan látják. Nincs mond akkor a tulajdonosokkal? Nem, tehát van, mert vannak olyanok, akikkel esetleg többet kell beszélgetni, többet kell foglalkozni, ugye több szakmai dolgot megbeszélni velük, meg eléjük tárni, hogy milyen dolgok vannak, de azért nem panaszkodhatunk. Hallom, vannak olyan tulajdonosok, akik előbb-utóbb maguk is trénerekké válnak, azt mondják, hogy tudják legyen a szakmát. Hát igen, egy főtől a trénerszenszet már könnyen lehet kapni. Ez egy kicsit fölgyújt, most az egyesülettel egyeztetéseket tartunk, meg megbeszéléseket, hogy azért egy kicsit szigorítsuk meg, mert bejön az utcáról egy tulajdonos, és akkor 2 perc múlva már úgymond tréner lehet, úgyhogy ezt próbáljuk azért elkerülni. Hát igen, nem egészséges. Mert a szakmát gyengíti, egyértelműen így van. Szóval akkor jó éved volt, azt mondod? Igen, 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 meg vagyok elégedve. Nincs ilyen érzeted, hogy gondolk arra, hogy valami nagy versenyet nem tudtál behozni, pedig meg lett volna rá a szansz. Tehát ilyen hiányérzet nincs benned? Van egy kis hiányérzetem, igen, mert azért ugye a nagy versenyeket, több nagy versenyt szoktunk nyerni, de most ugye a jobb lovaink, az kevesebb jó lovunk volt, tehát úgy mondom, inkább a 3 évesek között is,
és az ősebb ez a szóvaink kevesebb állt most az istálóba, és ezáltal kevesebb nagy versenyt nyertünk, de azért meg kell említsem, hogy magyar tenyésztésű lóval, telivérfarmos lóval nyertünk Ausztriába nagy versenyt, az ottani nemzeti díjat, a Triasztékszet meg tudtuk nyerni, és azért ez egy elég komoly eredmény volt, az osztrák derbiben negyedikek voltunk ugyanevvel a lóval, a Röptűz nevű lovunkkal, akkor a Makam oda került az istálunkba, akit már ugye versenyzésre nem tartottak alkalmasnak, elég jó szerepet, akkor meg kell említsem, hogy a Pozsonyban megnyert az egyik legnagyobb napon, a Turfgálának napján a 2000 méteres mezőgazdasági miniszter díjat, ami gruppeven számít, úgyhogy azért egy-két nagy sem a győzelmezőt hiányzott az éjjel, de azért úgy gondolom, hogy a középosztályok meg a gyépsíróval is megvesebbek, úgy ötbis lónk, amit tudnék megint egy jó korit keresett, sőt bicskotásra nyitok futtatni, és már majd is, úgyhogy ezért a formájú fogunk, amire akarom kérdezni. Arról mit lehet tudni, és elfoglalja a bíjt, hogy... Ott a szája nagyon pontosan volt, hogy tudok, az állalos vizsgálat, és előtt, ahogy a lóversenyzése már Cikéké volt a ló? Cike Zoltán volt, igen. Neki van is egy derbi győztes. Igen, van neki a mély idéja, ami nyerte tavaly a derbit. És ugye átkerült hozzánk a ló, az új tulajdonosa azt kérte, hogy nézzük át a lovat, és mondjunk rá egy véleményt. Ugye nem volt egy pihenőt, kapott egy a ménesbe, a bácsalmási ménesbe, ami a Telivér Farm tulajdonában van, és onnan fölkerült, ugye a tulajdonos kérte, hogy foglalkozzunk a lóval, foglalkozzak, nézzem át, átnéztem, egészségi problémát nem találtam nála, fokozatosan elkezdtük finoman dolgozni, ugye azért ismertük a lovat ugye a pályáról, a viselkedését, egy elég nehezen készíthető, egy kicsit kicsi goromba paciról van szó, és hát elkezdtük a munkát vele, egészséges volt, rendben volt, úgy beszéltük meg az új tulajdonosról, hogy csak akkor fut a ló, hogyha maximális egészségi állapotban, tehát kifogástalan egészségi állapotban van és jó formában. Tehát ez, és akkor így készült a ló, és úgy nézett, hát így sikerült, tehát jó évet zárt, úgyhogy mennyit nyert, hány futamot? 3 versenyt nyert, és azokból nyert kiemelt versenyt is, és a többiben is jó eredménnyel szerepelt, ugye a Kozma Ferenc emlékversenyben. Csak arra itt is hoztam szóba, hogy mi érdekes, hogy akkor nem érdemes azonnal lemondani a lóról ezek szerint. Az az igazság, hogy ő már egy idősebb ló, és én is meg nehezen megy ki a pályára, tehát ilyen kis fordélyokat kell belevinni a munkába, a tréningbe, mert vannak gondolatai a pacinak, és így ugye nehezebb vele foglalkozni, nehezebb is készíteni, meg már az az igazság, hogy a trénerek sem szerettek egy ilyen idősebb lovat. Hány éves ez úgy, az idősebb 8 éves. Tehát nem szeretik annyira már trénírozni, piszkálni őt, úgymond. És én is így vagyok ezzel, hogy ugye ő megtette a magáét, ugye az van a trénerben ilyenkor, és inkább afelé hajlik, hogy pihenjen, fedezzen, stb., ha olyan vagy hobbiló, akármilyen más elfoglaltságot kapjon. Jövőre fog mi futni? Alakult. Hát a tulajdonossal éppen tegnap beszéltem, egyelőre azt gondolja, hogy fog. Aztán még azért a tél hosszú, tavasszal meglátjuk, milyen állapotban van, lesz, és akkor az alapján eldől. Most is lekerült ugyan arra a helyre, amit tavaly telelt. Jól van a ló, láttam pár egy hete, láttam őt, így van, jól érzi magát, úgyhogy el van. Melyik a kedvenc lovad a most futók közül? Hát sok kedvenc van. Hát így most nem tudok kiemelni, meg nem is szeretnék annyira kiemelni egyet sem. Mondjuk ez a Gabona Gabóca az egyik kedvencem, aki az 5B-ben egy ilyen jól teljesített, hogy nem mindig a top lovakról beszéljek. Vagy beszéljünk, ő most egy kedvenc lovam, mert tényleg szívből fut, mindig oda teszi magát is, és mindent elkövet annak érdekében, hogy a győzelmet megszerezze, úgyhogy most ha inkább őt emelném ki. Igen.
Nem is olyan régen ugye vita volt a pálca használatával kapcsolatban. Igen. Megnyugodtak a kedélyek, hogy hallottam, minden rendben van. Mi van itt a pálca körül, röviden, hogy mindenki értse? A pálca körül az van, hogy hozott az igazgató úr, az új igazgató, mint tudja mindenki, Pécsi István, és azt gondolom, hogy egy elhamarkodott döntés volt, jó irányba akarja terelni a dolgot. Tehát azt mondta, hogy pálcát nem lehet használni? Jó irányba akarja. Én maximálisan nem értek vele egyet, mert azzal egyetértünk, hogy a lovakat nem kell annyit ütlegelni, vagy ütni, nem kell annyira intenzíven az ostort használni, de azért az egy oly biztonsági érzést is ad, mert lehetnek olyan szituációk versenyben, amikor szükség van az ostorra. Minimálisan, a szakma is azt mondja, hogy minimálisra kell csökkenteni, de elvenni nem szeretnénk, ha elvennék. A vitát, meg ezt, hogy nem volt verseny, meg azt váltotta ki, hogy a szakmát nem kérdezték meg, nem vették figyelembe a véleményét, nem tárgyaltak velünk, és így egy kicsit dacosan éreztük. A szakma másik oldalának mi a baja a pálcával egyébként? Miért akarják? Vagy van egy oldal, aki azt mondja, hogy ne használjátok pálcát. A szakmai oldal, az mindenki a pálca használat mellett van. A tulajdonosi, a futtatói egyesület, azok is a pálca használat mellett vannak. Tehát minimális, hangsúlyozom, tehát a normális ostor használat a szabály betartása szerint. És a szakma az ez mellett van, a vezetőség meg a ostor elvétele mellett van. Uh-huh. Úgyhogy miért? De mivel magyarázzák? Hogy azzal magyarázzák, hogy esélyegyenlőség. Tehát, hogyha az van megszabva, hogy ötöt lehet ütni a lóra, és valaki úgy nyer, hogy tizet üt, akkor már nem egyenlők az esélyek. Uh-huh. És megértjük ezeket az érveket, de a szakmai oldalról viszont meg az ostor használat elég sokszor indokolt. Igaz, hogy az állatvédők is eléggé lobbiznak azon, hogy ne lehessen a lovakat ütni. Egyáltalán mekkora ütés mértek rá? Vagy állítólag ezek speciális pálcák. Ezek már olyan kifejlesztett ostorok, amik szivacsal vannak bevonva, és minimális, sőt, inkább csak jelzést ad a lónak, mint hogy azt mondanám, hogy fájdalmat ad, és az előre haladásban segíti, az iránytartásban és az előre haladásban. Ezek meg már azért, hogy most még jobban odafigyelnek erre, a versenytőzőség nagyon minimálisan van túlkapás. De ezek mind speciális pálcák magyarul. Speciális ostorok, szivacsal vannak bevonva, úgyhogy ezt használják már világon mindenhol, úgyhogy fájdalomról én úgy gondolom, hogy nem beszélhetünk. Ennyi. Uh-huh. Dubaj. Mentek? Nem mentek? Most szoktatok mindig menni. Hát nem mindig. Egyszer voltunk. Tanulságos volt, eredményes volt, így van. Most nem nincsen olyan lovunk, ami érdemes lenne. Amivel így van, érdemes lenne menni, úgyhogy most nem megyünk, de ha lesz olyan lovunk, akkor biztos, hogy... Terve van véve valami verseny? Hát jégen, hóban, vagy valahol? Nincsen. Semmi speciális. Úgy volt, hogy talán egy pár lóval kimegyünk Németországba, de a látott körülmények, az istálló és a személyzet elhelyezésére fennálló lakások nem a megfelelőek, és meg az istálló sem a lovak részére, úgyhogy így visszamondtuk, tehát nem megyünk. Egyes hírek szerint te fogod a jövő champion jockey felnevelni, kinevelni, vagy legalábbis egy megfelelő instrukciót adni? Tehát közreműködsz abban, hogy jól lovagoljanak a fiatalok? Igen. Hát az új vezetés fölkért arra, hogy érkezett egy műló, ami úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy segítséget és előrehaladást fog a jockey képzésben, tehát nagyon nagy szerepe lesz,
Jelenleg 5 olyan tanuló van, akivel kell majd foglalkozzak. Ebből 3 új és 2, akit már láttunk versenyben is szerepelni, a Parádi Vivien és a Mocsinka Vivien, és még 3 újonc. Januárban kezdjük el a munkát, épp tegnap egyeztettem a iskola vezetőjével. Szóval van műló, és mellette szivacs, vagy ez hogy kell? Nem. Egy műló, amihez van egy kezelő egység, amivel irányítja, hogy milyen sebességet érjen el a ló, tehát milyen mozgássebességet, és akkor ott arra fölrakunk egy nyerget, és akkor azon az ülést, ahogy kell ülni, a szárat hogy kell fogni, tehát a lovat hogy kell segíteni az előrehaladásban, lehet ostort az ostor használatot is gyakorolni, ki van jelölve, hogy hova kell ütni a lónak, és tehát nagyon-nagyon egy jó profi gép, úgyhogy nagyon-nagyon nagy kíváncsiság. Várják a tanulók? Igen. Hát én úgy látom, hogy mindenki pozitívan áll hozzá, elérhető lesz a többi lovasnak is. Most kint van Alagon, Dunakeszi Alagon, tréningtelepen ez a műló, és ahogy szezon kezdődik, akkor bekerül a mázsázba, hogy ott a lovasok be tudjanak melegíteni, meg lehet ott is használni, úgyhogy kíváncsian várjuk a Tehát áprilisi szezon kezdetéig a suli rendelkezésére, utána meg bent lesz a mázsaház? Ott a Dunakeszin is mindenkinek a részére a megadott időpontban elérhető ez a gép, és lehet használni, gyakorolni, fejleszteni az ülést, fejleszteni a lovon való mozgást, úgyhogy az ostor használatot. Te már kipróbáltad? Én még nem próbáltam ki, mert pont olyan nadrág volt rajtam, hogy még kicsit szűkebb, és nem mertem, hogy nehogy el. De kíváncsi vagy rá, gondolom. Kíváncsi vagyok. Januárban mindenképp az lesz az első, hogy én ki fogom próbálni, és akkor a tapasztalataimat is továbbítani fogom az igazgató úr felé, és akkor el fogjuk kezdeni a munkát. Lovagolsz te is egyébként tréner munkában? Szoktam lovagolni, most már egy kicsit ritka, tehát most majd megpróbálom egy kicsit besűrűsíteni, mert ugye azért, amikor elkezdődnek a munkák, meg egész tavasztól őszig, azért ugye a komolyabb munkákat inkább földről nézem, meg ugye jönnek a tulajdonosok, velük kell jobban olyankor mozognom, meg egyeztetni, megbeszélni a dolgokat, akkor egy kicsit kevesebb lehetőségem van rá, most a téli időszakra mindenképpen szeretnék többet napi szinten. Zárásként most jön egy nagyon hosszú, bő 3 hónap pihi. Igen. Kibírod? Persze, hát kibírjuk, mindig kibírjuk, de ugye azért minden tréner ezzel úgy van, hogy hú, már várja, hogy na, verseny vége, és akkor egy kis pihi szünet, lesz egy-két szabad hétvégéje mindenkinek, de én azt gondolom magamból kiindulva, hogy eltelik egy-két-három hét, ugye lemennek az ünnepek, és akkor már, ha az idő is főleg ilyen enyhe marad, akkor mindenkinek fog már hiányozni a verseny, mert azért a verseny íze azért az mindenkiben ott van, és ugye mindenki ezért dolgozik, ezért él. Úgyhogy hiányozni fog, de a lovak szempontjából azért ennek a lóállománynak, ami jelenleg van az országban, annak azért kell ez a pihenő. Tehát mindenképpen kell. Köszönöm szépen, itt voltál, hát akkor sikeres 2015-ös esztendőt kívánok nektek. Köszönöm szépen, köszönjük. További sportosat.